Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelked. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az évközi idő 5. vasárnapján, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával ima közösségben vagytok velünk. Örömmel járulunk az Úr színe elé, kicsinységünk és bűnös voltunk tudatában, de ez a szent közeledés fölemel bennünket, ahogyan történt ez Izaiás prófétával meghívásakor, vagy Simonnal, Péter apostollal a csodálatos halfogásnál. Gyengeségünkben mi is az Úrhoz sietünk ide az ő házába. A mai szentmisét elhunyt Barca Rotter Béla testvérünk lelki üdvért ajánljuk föl. Imádságos szeretettel köszöntjük 80. születésnapján Dudás Ferencné Margit testvérünket, és imádkozunk Andrea testvérünk gyógyulásáért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreink, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön édesség, a jó akaratot embereknek. Dicsőjét élek, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, Thank you.
Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősíts minden koroltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszája betöltötte a templomot. Seráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam: Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a királyt, a seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: Mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod, és bocsánatot nyert bűnöd. Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: Kit küldjek el? Ki megy el nekünk? Így válaszoltam: Itt vagyok, Uram, engem küldj el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdetek nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartatok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnapra feltámadt, ismét az írás szerint.
megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül legtöbben élnek még, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetértnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem marad bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy ők, ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömegsereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.
Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban örömmel, és mégis mindig szent félelemmel jövünk az Isten házába, annak tudatában, hogy milyen megtiszteltetés az Úr színe elé lépni, ugyanakkor hordozva a saját tökéletlenségeinket, bűneinket, be kell látnunk azt is, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy Isten színe elé járuljunk. Ezért minden szentmisét bűnbánó imával, bűnbánati liturgiával kezdünk, hogy valamiképpen szándékainkban megtisztulva méltóképpen léphessünk Isten oltárához. Így kérjük imáinkkal az ő segítségét, így ajánljuk fel itt az áldozatunkat, mert bűnösök vagyunk. Ezt a belátást, amit jól tudom, hogy nem mindig tudatosítunk magunkban, de mégiscsak létező valóság, ezt úgy nevezzük, hogy szent félelem. Olyan félelem, amilyen megszállta Simont, Simon Pétert, ahogy hallottuk most az evangéliumban. A csodálatos halfogás láttán, az isteni beavatkozás láttán, azok után, hogy egész éjszaka fáradoztak és semmit nem fogtak, de Simon hajlandó volt kivetni a hálót, a csodálatos eredmény láttán az Úr közelségét érezte meg, felismerve Krisztusban az Istent, szent félelem fogta őt el. Szakkifejezéssel és idegen szóval élve ez a tremendum, misztérium tremendum, a titok előtti, az Isten előtti félelem. Ez egy nagyon sajátos formája a félelemnek, és nem téveszthető össze azokkal az érzelmekkel, élményekkel, amikor valaki a rossz emberektől fél, rossz akaróitól, vagy valamilyen vadállattól, vagy fél a sötétben, a bizonytalan helyzetekben. Ez nem egy ilyen szorongó félelem, a veszélytől tartó félelem, hanem talán úgy kellene mondanunk, hogy megilletődöttség a szent előtt. Igyekszünk meghajolni és csodálni a szentet, aki fölöttünk van, aki úgy mondjuk, hogy természet feletti. És ez a félelem, amelyet Péter is átérzett, attól is különbözik, mint amikor a természetvallásokban ezt a vallást történészek fel tudják tárni. Az emberek annak idején féltek, a természeti erőktől féltek, egy villámlástól, vagy egy vulkánkitöréstől, vagy bármilyen más vihartól. Ez ugyancsak valami szorongó félelem. Mi a Jóisten előtt nem érzünk szorongó félelmet, hanem megilletődöttséget. Milyen furcsa lenne, hogy Jézus, aki barátainak nevez bennünket, így viszonyulna hozzánk valami olyan kegyetlen szigorral, amitől nekünk félnünk kellene. Ezzel szemben azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és az életterhét hordozzátok, és én felüdítelek titeket.
kellene félnünk, tartanunk a barátunktól, amikor ezzel a megilletődöttséggel jövünk az Isten elé, akkor belátjuk a tökéletlenségünket, a kicsinségünket, de ugyanakkor azt is, hogy az Úristen szeret minket, és elfogadja a mi áldozatainkat. Gyengeségünk ellenére is mi fontosak vagyunk neki, és ő hív magához bennünket. Ezért az ember bűnbánatot is tart ebben a szent félelemben, és ezeknek a szép példáit hallhattuk a mai olvasmányokban. Hallottuk Izaiás prófétának a meghívását, aki a jeruzsálemi templomban, a látomásában ott állt az Úr színe előtt, és ott voltak a szent angyalok és a mennyei köd, és az Úristen fölteszi a kérdést, hogy ki megy el nekünk, kit küldjünk el. És a próféta vállalkozik a küldetésre, de belátja, hogy Uram, én bűnös vagyok, és bűnös ajkú nép között élek. És ez egyik angyal megtisztítja egy parázssal közelítve az ajkait, hogy méltó legyen az Isten szolgálatára. De a prófétát ez a szent félelem tölti el. Épp így, itt a mozaikon a központi képtől balra az a lépcsőszerű képződmény, vagyis az a szép műalkotás, ami olyan, mint a lépcső vagy egy létra. Az én értelmezésemben Jákob álmának létrája, amikor álmában megnyílt az ég, az Úr angyalai fel alá jártak, és ebben az Isten élményben Jákob is átérzi azt a szent félelmet. És bizonyára ezt érezte Mózes is, amikor megjelenik neki az Úr a csipkebokornál. A szűzanya is átélte ezt a megilletődött állapotot az angyali üdvözletkor, és lehetne sorolni a bibliai, evangéliumi példákat, és hozzátehetjük a saját élményeinket is, amikor mi is azt mondanánk Simonnal, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok, de hát hogyan is küldenénk el a barátunkat? Péter sem akarta elküldeni, hiszen egy másik élményében, amikor ugyanezek a halásztársai voltak ott, akikről most is megemlékezett az evangélium, akik ugyanúgy féltek, Jakab és János, Zebedeus fiai, Simonnak a társai, hát ők vannak ott a Táborhegyén is, amikor ugyancsak megvalósul ez a szent félelem, mégis azt mondja Péter, akkor már nem küldi el Jézust, hanem azt mondja, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Hadd építsek itt három sátrat a megjelent ószövetségi személyeknek és az Úrnak. És akkor ebből a szent félelemből az együttlét öröme fakad, és átalakul belső világában. Kedves testvéreim, nagyon fontos ebből a szempontból, ebben a megközelítésben értelmeznünk a hívő életünket. Egyszerre átérezni azt, hogy gyengék vagyis tökéletlenek vagyunk, és ugyanakkor, hogy az Isten szeret bennünket. És azt is, hogy nem élhetünk vissza az Isten jóságával, szeretetével, hiszen ajándékba kapjuk azt a lehetőséget, hogy bele lehetünk. Persze, hogy bűnösök vagyunk, sajnálatosan, és a Jóisten ennek ellenére megajándékoz minket, mert nem az érdemeink miatt jöhetünk ide hozzá, hanem az ő meghívó szeretete révén. Egy történetet is hoztam. Egyszerű a történet, el tudnám a magam szavaival is mondani, de olyan szép választékos a megfogalmazása,
ennek az egyszerű jelképes üzenetnek, hogy inkább felolvasom, ha már úgyis a genezáreti tóról hallottunk, ahol a hagyomány szerint esetleg hosszan több száz méterben is kifeszítették a hálóikat a halászok, hogy aztán eredményes legyen a halfogás. Hát ez is egy tengerparti történet. Egy kis hullámocska vidáman játszadozott a víz felszínén. Boldogan fröcskölt és táncolt. Tetszett neki a szél és a társainak éneke. Hozzá hasonló nagy és kis hullámok, akik könnyű tajték ruhájukat magukon hordozva száguldoztak a víz felszínén, amely megtört a part vonalán. Amikor a kis hullám ezt észrevette, rémülten felkiáltott: rettenetes, ez a sorsunk, a köveknek ütközve meghalunk. Már is minden végtelen szomorúnak tűnt előtte. Egy nagyobb bölcs hullám észrevette a kicsikének az ijegységét, és megkérdezte tőle: miért vagy ilyen szomorú? Sós könny áradat közepette, panaszolta a kis hullám: nem látod, milyen szörnyű sors vár ránk? A hullámok a vég felé rohannak, a parton a semmibe veszünk, hát nem rettenetes? A másik hullám kedvesen ezt válaszolta neki: nem érted, te nem egy hullám vagy, hanem a hatalmas óceán része. Ilyen a hívő ember Isten népében, a mennyek országa polgáraként. Mi a végtelen Isten szeretetének vagyunk meghívott, kiválasztott gyermekei. Bármennyire is látjuk a veszélyeket, látjuk önmagunk hiányosságait, bennünket mégis a szerető Isten karol fel. Nem szabad helytelen értelmezéssel azt gondolni, hogy mi csak a darabkái vagyunk a Jóistennek. A Jóisten, a végtelen teremtő és szerető szentháromságos egyisten. Mi pedig az ő teremtményei vagyunk. Tehát ez nem egy panteizmus, hogy a világ az a Jóistennek a részecskéje, és benne mi is azok lennénk. Nem, mi az ő teremtményei vagyunk, és mégis így módon vagyunk igazán fontosak számára, így minden kis hullámocskának, vagyis mindannyiunk életének fontos szerepe van a nagy óceánban, és erre hívott meg minket Isten, hogy boldogan szolgálhassuk őt, mert mi is megérezzük az ő hatalmát, az ő erejét, amely nélkül semmire nem mennénk, és ha ezt észrevettük és elfogadtuk, akkor már is tudatosan az ő végtelen, boldog életének lehetünk a résztvevői. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatónak, hiszek az egy Jézus Krisztusban, és mennyi szörnyű rájában, aki az átcsolat szövetet, az időjöket szövetet, Isten az Isten, világos az Isten, a Amen.
testvéreim, a mindenható Isten szeret minket és törődik velünk. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket. Add, Urunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászaiként lankadatlanul és eredményesen munkálkodjanak. Add, Urunk, hogy minden nép élvezhesse a béke nyugalmát. Oltalmazd, Urunk, a házas élet tisztaságát, és légy menedéke a válságba került családoknak. Add, Urunk, hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember számára meghozza a mindennapi kenyeret. Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és halottaink örök jutalma. Margit testvérünket és Andrea testvérünknek add meg a gyógyulás kegyelmét, kérünk. Fogadd be örök országodba Béla testvérünket, akiért a Szent Misét most felajánljuk. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízunk gondviselő jóságodban, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort, elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelte. Ott kérünk, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Jóságos Atyánk, hálát adunk néked, mert szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből élez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, s mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted záloga, melyet minden időkre adtál. Az ég és föld magasztal ezért téged, s egész egyházaddal együtt mi is fölséged dicséretét szengjük. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad, Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kény szenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadta értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét, hogy általa megújuljon hazánkban egyházad. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, papjaid és Péter püspökünk és Ferenc pápánk között. Add, hogy egyházad ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, Béla testvérünknek, akiért a Szentmisét fölajánljuk, s légy irgalmas minden megholthoz, kinek hitét csak te ismerted, támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te már váltottál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erődre bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem Istentől való bennem. Amen. Thank you.
most a lelki áldozás imájával szeretnénk betölteni azoknak a testvéreinknek vágyakozását, akik most nem járulhatnak az eukarisztikus Krisztus elé, nem fogadhatják szentségi valóságában, szívükben az Úr Jézust, de lelki áldozással kívánják meghívni szívük hajlékába. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned. Imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, s örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, örömmel és szeretettel hirdetem azt, hogy várjuk azoknak a fiúknak jelentkezését 8 éves kor fölött, akik szívesen vállalják az oltárszolgálatot, és szeretnének belépni a minisztráns közösségünkbe. Jelentkezni személyesen lehet a vasárnapi szentmisék után, vagy a gyermekmise után, vagy a nagymise után, Györfi Bencénél, a minisztráns vezetőnknél, itt a sekrestjében. A héten, február 11-én van a Betegek Világnapja. Ez a Szűzanya Lurdi megjelenésének az emléknapja. Imádkozzunk betegeinkért, a rózsafüzér ima előtt pedig el fogjuk majd imádkozni a Szűzanya Lurdi litániáját. Szeretettel hirdetem, hogy a Szent Ráfael Kegyhely Látogató Zarándok Klub február 12-én szombaton tartja éves terv szerinti összejövetelét a templom közösségi házában, amelynek programját megtaláljátok a hírlevelünkben, az Angyalszóban, épp úgy a honlapunkon is. A találkozás klubvezetői fórum keretében történik, amelyre minden korábbi klubtagot vagy újonnan jelentkezőket nagy szeretettel vár Rétvári Sándor tanár úr, a klub vezetője és annak közössége. Szájmaszk viselése és a védettség vagy oltási igazolvány elhozatala, az viszont kötelező jellegű. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy családjaink összefogásában családos farsangra kerül sor, farsangi összejövetelre, február 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Várjuk főleg a kisgyermekes családokat, akár jelmezben vagy anélkül, kérjük, hogy süteményt vagy egyéb kínálnivalót hozzanak magukkal. A kapunyítás délután 3-kor lesz, 4 órakor kezdődik a program, ismerkedés, játék, tánc, jelmezes felvonulás, és még bizonyára sok egyéb kellemes program, amely 7 órakor zárul, majd a vidám farsangi rendezvény. A Szent Gábriel Irodalmi Klub pedig másnap, 20-án, vasárnap,
délután 5 órakor tartja a Vidám Farsangi rendezvényét itt a templomban, Molnár Ferenc humoros írásaiból, felolvasásra még a mai vasárnapon, február 6-án lehet. Örömmel közöltem azt is az elmúlt héten, hogy Kontúr András szobrászművész elkészítette megrendelésünkre Szent Pió atyának új köztéri szobrát. Erről olvashatunk az Angyalvár kiadványunkban. És most kezdődik majd a szobor bronzba öntése, ennek a folyamata, amely még több mint 3 millió forintba fog kerülni, és ezért ismét gyűjtünk adományokat erre az új köztéri szoborra, amely majd felváltja a jelenlegi műgyanta sorozatgyártású szobornak a helyét vagy szerepét, tehát itt a Szent Pió atya téren ide kerül majd az új szobor. Reméljük, hogy már az idei nyáron nem sok haladékot kaptunk a szobor, méltó szobor lecserélésére. A művészeti zsűri részéről, akik bírálják ezeket a köztéri szobrokat, ezért kerül sor most erre a műalkotásra és annak felállítására. Újjá szervezzük a portaszolgálatot. Egyelőre délelőttönként van itt a kávézóban a portaszolgálat, amelyre az információs telefonszámunkon lehet jelentkezni. Előzetesen egyeztetünk az önkéntes jelentkezőkkel és szolgálni kívánókkal, és aztán a részleteket meg tudjuk beszélni. Olvashatunk adónk 1%-ának vagy 2x1%-ának a felajánlásáról is. Az egyik a katolikus egyház javára felajánlható 1%, a másik pedig alapítványoknak vagy civil szervezeteknek felajánlható, ezért kérem, hogy a média alapítványunk támogatásával segítsétek továbbra is azt a szolgálatot, amit évek óta teljesítünk a mindennapi szentmisség közvetítésével és az Apostol Televízió folyamatos 24 órás adásainak biztosításával. Mindezeket megtaláljuk a hírlevélben. Végül pedig egy kegyeleti hirdetés. Zsigmond Balassa karnagy úr temetése holnap lesz, hétfőn, a Farkasréti temetőben, délelőtt 4:12-kor kezdődik. Ezt követően a családtagok, illetve az ő művészi körébe tartozó búcsúzók azt kérték, hogy itt a mi templomunkban legyen a gyászmise. Ez is holnap lesz 13 órakor, tehát déli 1 órakor. Több kórus vagy zenei együttes részvételével. Mint említettem, talán már egy alkalommal biztos, hogy az Albinoni Kamarazenekarnak adventi koncertjét még ő vezényelte december 19-én, akkor már betegen történt a közreműködése. A Jóisten fogadja őt az örök hazába, és a művészetek iránt és a zene iránti szolgáló szeretetét, amely a másoknak lelki javát szolgálta, váljon az ő örök boldogságára. Kedves testvéreim, most a szentmisét követően Balázs áldás lesz. A szentmise áldását most közösségi módon Balázs áldásként mondom el, azt az imát, azt a szöveget mondom, ami a Balázs áldás szövege, mert hála Istennek sokan vagytok, így a személyes áldásokat itt az oltár előtt rövidítettebb ima változattal fogom adni, az égő gyertyákkal, lehetőleg családonként gyertek, és így fogadjátok azt az áldást, amely a torokbaj, minden más baj ellen kéri az Úr oltalmát, Szent Balázs
közben járására, és természetesen a már 2 éve tartó vírus helyzet és járványhelyzet megszűnéséért is kérjük a csodatévő szentnek, Szent Balázs püspök vértanúnak közben járását. Természetesen ezt kérem mindazokra is, akik a televíziós szolgálat, az Apostol TV vagy a Hegyvidék TV közreműködésével vannak most velünk, vagy az ismétlések alkalmával ima közösségben. Fogadjátok tehát ezt az áldást. Az Úr legyen veletek! Szent Balázs püspök és vértanú, szabadítson meg titeket a torokbajtól, az ő közbenjárására, szabadítson meg benneteket az Úr a torokbajtól, és minden más bajtól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejében taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei.